Üdvözlünk a Parallaxis Retroverzumban! Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD média bemutatja. Gazdagrét, da az Pura vidék. Ez itt a Lantos utca 8, az MD Média Szomszédok podcastje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Parallax és Retroverzumban. Ez a Lantos utca 8 című műsorunk 8. adása. A mikrofonnál Gizur Gergő, és most pedig egy kis szolgálati közlemény, mert bemutatom nektek az új szponzorainkat, titeket. Remélhetőleg, ha van lehetőségetek rá, illetve a kutya, macska, cica, feleség, stb. engedi, akkor támogassatok minket a patreon.com per Paralaxis oldalon, és ott pedig extra tartalmakhoz, illetve premier előtti tartalmakhoz is hozzáférhettek. No de! Szeretném köszönteni állandó beszélgető partnerémet, először is Horváth Ádám Tamást, szia Ádám! Sziasztok! És Melon Attillát, szia Attila! Sziasztok! És most, hogy itt együtt vagyunk, és meglátogattuk egymást, nagyjából Bőmbácsi is úgy látogatta meg Sümegi Oszkárt a kórházban, aki most már lábadozik ugye az előző részben összesedett sérülése után, már jobban van a maestro és ott ugye fokrémet és egyéb mindenféle felszerelést felszerelés kap. Ezek szerint már akkor is divat volt, hogy a kórházba vindik el motyókat. Próbáltam rájönni, hogy milyen fokrémet visz neki bőn, bácsi, de nagyon rossz volt a felbontás, és nem tudtam. Én, el, én el, nekem először elmegsztik tippeltem, de az, az, azt hiszem, hogy az narancsárga is nem piros, úgyhogy fogalm sincs milyen. Pedig ilyenkor hálós narancsot illik vinni beszélgetnek egy jót, megérkezik a rendőr, beszélgetnek, hogy ugye halad a nyomozás, bár ezt imádom, hogy, hogy úgy nyomoznak, hogy én nem tudom, nem is tudtam, hogy volt nyom, de aztán persze kiderül, hogy elvileg volt. Mindegy, hagyjuk is a kórházat, mert pont azért, hogy ne kerüljenek kórházba, Mágen és Julcsi futnak a ház körül, mert ugye egészség, szeretett minden, stb. Ez gyakorlatilag csak megint ez arra jó, hogy mi lássuk, hogy ugye a Julcsi és az Ádám kapcsolat az mennyire baráti. Illetve egy bújtatott Futapest cím, mozgalom e, átnevezés, ugye Futamagen címmel Józsi megalapítja te, 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 ezt a mozgalmat. Te, te. <sínt> Úgyhogy erről, erre nem is akarok, főleg ugye ez, ezután a sutka után több szót, vagy bármit, mert Ferencék viszont szóval pakolnak, mert elérkezik a nagy utazás. É, mennek ugye nyaralni, és megtudjuk, hogy összesen 1300 forintból fognak dőzsölni két héten át. Mennyi az 1300 forint akkor, gyerekek? Hát 2500 forintot adnak a Karvaj néninek, annak a fele ez nagyjából. Szóval szerintem amúgy az jó pénz arra, hogy ugye kapnak gondolom, hogy Kost az van, hiszen ez a nyomdászüdülőbe mennek, ugye beutalóval, nyilván már ki van fizetve a, a pénz, tehát ez csak egy költő pénz, most arról, hogy megígyanak egy-két sört, fagyizzanak ilyesmi, szerintem ez amúgy nem annyira kevés pénz. Mármint kevés, de... Nem tűnt úgy, hogy ezen drámáznának. Ugye néhány, néhány ezelőtt beszéltük, hogy uh, uh, akkor volt mondjuk egy szakmunkás fizetés 5500 forint körül egy hónapra, míg mondjuk egy uh, magasabb beosztású fizetés az olyan 10-11 forint körül jártak. Hát ugye ment az utalás, hogy a Balaton drága, de pont ezt, amit, hogy nem tűnt úgy, hogy annyira drámáztak volna ezen. Tehát, hogy el leszünk azért, na. Max, nem, hát nem BS szint fognak enni. Igen, azért ez, ez a Balaton drága, az, azért nem a mai drágaságot képzeljük el, azért ez 80 es évek vége, nem volt azért megfizethetetlen a Balaton, mindenki eljutott nyaralni. Legábbis erről szóltak a hírek. Voltak is, mi, nem, nem, ezt, azért, ezt azért nem lehet felróni ennek az akkori rendszernek nevezzük az már, hogy, hogy azért nyaralni az el lehetett jutni sokaknak. Nem volt akkor a luxus. Ebben a részben kiderül, hogy Gergő kommunista. De menjünk is tovább. Levagytok ti ejtve, Mágeniknél csöng már fehér telefon, ez múj important, mert ha már zöldet ellopatta, szerintem azt a Juli lopatta egyébként tokkal volna. Igen, ezt, ebbe akkor úgy lényegében nem mondtuk ki, de úgy megegyeztünk benne, hogy azt valószínűleg a Juli lopatta. És ő, Juli csak elment erre a Kencefice versenyre, mert vidéken van, tehát ő most nincsen otthon. Csodálatos. Valaton ráadásul, mert azt látjuk, az M7-esről jön. haza később. Csodálat, csodálat. Szerintem, szerintem az azért volt az m mert eleve mentek forgatni, de erről majd később. Viszont, Igen, ott, ott, ott lesznek e, dolgok. Viszont csodálatos ez a, ez a kencevice verseny, mert azok a... De ott még nem, még nem vagyunk ott, még nem vagyunk, még csak még, még oda ne kapcsolj, el ne rozs, és csak annyit tudunk, hogy elment a kencevice versenyre, és majd Gyulcsi, ugye most nyári szünet van egész nap, vagy itt rohad, vagy ott rohad, a takéknál tévézik, de ma az elekferi, ki az elekferi? Gyorsan, egy, kettő, három. A Jocó. A Kozma, Kozma Jocóval Joço, megy Kozma gombászni. Kozma Jocóval megy majd gombászni. És hát a Jocó ért hozzá, nem veszélyes. Igen, viszont legalább annyira szakember, mint aki, aki a kórus ügyében megy tárgyal, illetve hát tanácsot kérni. Tárgyalni. Hát tanácsot kérni. Ezek, ez a legértelmezhetetlenebb jelenet, amiben belefutunk szerintem az egész. Valakitől ugye végül is tanácsot kér, hogy hogy tudnának ugye egyesületi alakulni, mert ugye, és hát ugye mindig azt mondja nekik mindenki, hogy hát nektek van bevételetek majd abból, és hát ugye állandóan ezt mondja, hogy hagyjatok már békébi, csak ének lőregek vagyunk, nekik az a mániák, hogy oda mennek kicsit nyenyergünk egy jót, mindenki jó magát, azt szakát, mert nincs pénz. És ugye elmondja neki ez a jó ember, hogy micsoda utakat kell bejárni, tanács, kis tizé, Jézus Krisztus aláírása, stb. Nem elmondja, bocsánat, egy kettő és fél perces esetben felolvassa a jogszabályt. De minden kedves nézőnek elmenjen a kedve attól, hogy egyesületként politikai pártot, vagy ilyen politikai dolgot létrehoz. Ez nyilvánvaló, hogy minél jobban meg volt nehezítve, és nekünk is nyilvánvalóan a szánkba És ezért Taki közölte, hogy már pedig, ha beledöglik, akkor is meg fogja csinálni, tehát ő itt az ellenpólus kapásból, hogy igen, ilyen a rendszer, ne szenektek, én akkor is meg fogom csinálni, ha belepusztulok is. Hát mégis a tenkes kapitányáról beszélünk. Miközben Alma angolul tanul, és megtudjuk, hogy édesanyja a hónap végén meg fogja őket látogatni. Nem, hogy angolul tanul, nyelvvizsgára készül egyébként, szerintem ez fontos. Angolul tanul, de angolul tanul, azt hallottuk, tehát angolul beszéltem. Azt hogy halljuk, hogy angolul tanul, de egy konkrétan nyelvvizsgára készül, ez kiderül majd. És hát megtudjuk, hogy jön a mama, miközben Ferencék becsengetnek, hogy ott hagynák a kulcsot, virágöntözés, házfelügyelet, stb. Ugye? És megtudjuk, hogy Balatinsza, Balaton szabadira utaznak, tehát oda szól ez a bizonyos beutaló, amit ugye Ádám már mondott, hogy ez a nyomdász üdülő. És hát akkor ugye ta, nincs ez a rész taki nélkül, mert ez gyakorlatilag teljes taki edition. Azt hiszem, szerintem az egy volga lehet, amivel megérkezik. Volga, egy kombi volga. Ez egy nagyon szép kombi volga, lemosása után egy kicsit azért a szép ilonkával egy kis laza flörtölés, azért megint belefér. Nagyon tetszik nekem az, hogy vannak benne szereplők és karakterek, akik később is belekerülnek, és nem úgy, mint a földi teri, aki egy iskolai igazgatónőt egyszer játszik, és később szép ilonka, aki most itt aktívan van, szerepel néha-néha benne ő majd később sokkal egy enyhén egy kicsit több szerepel, de egy időszakra majd később jóval, később visszatér, ahol ugyanezt a karaktert fogja játszani. Ezt nagyon szeretem a szomszédokba, mert mindig szeretem azt hinni, hogy ez ilyen nagyon átgondolt és, és összerakott dolog hosszú távra, de hát nyilván nem, mert nem tudhatták, hogy hány év van benne. Viszont ezt az alkotók szétszették kettő részre ezt a következő jelenet sort, én viszont azt mondanám, hogy ezt beszéljük egybe. Jön a drámai pillanat, mert hát aki ugye megbeszéli, hogy mi a következő feladat, amit csinálni kell, és vissza is ül ebbe a kombi volgába, és ugye egyszer csak azt látjuk, hogy dur defekt, és ő pedig ráfekszik a kormányra, és hát itt bizony bajok lesznek. Egy defektből kifolyólag balesetet szenved. Igen, de nagyon tetszett, hogy bekötötte a biztonsági ami azért. Hát ez, ez De én szerintem a 80 90-es ez nem volt ennyire evidens, hogy amikor autóba ülsz. Nem csak, hogy evidens, nem volt kötelező sem. De igen, de, a, taki, a taki, ha belegondoltak, az, egész szomszédokos pályafutásában ő mindig betartott minden egyes tett szabályt. Na de akkor tényleg vonjuk egybe, mert itt lesz majd egy közbeékelt jelenet, de ugye a taki is jól van, hála Istennek nem történt baja, és ugye a Szedlák reső, aki amúgy Kálmán, ugye ez a bizonyos jó barát, ugye ő neki nem igazán tetszik itt valami, hogy azt látja, hogy evregez egy új autó, viszont a gumik azok kopottak rajta, csak át vannak glicerinezve, gondolom az, hogy fényesebb legyen, hogy szép fekete legyen, és hát ő megkérdezi szép ilonkától, ugye beauty ilonka, ugye minden tud, hogy ki járt ezzel az autóval <laughs> legutoljára. Ilonka the beauty. Megtudjuk, hogy az a bizonyos vízi járt vele, akivel az előbb már Takinak volt egy összeszólálkozás, erről nem beszéltünk. És de ugye, korábban is ismerjük, mert hogy ő miatt került aki bajba, helyette vitte el a bajét a Demizsonnal, és itt. Így... Tehát ez a vízi, ez egy problémás arc, és már nem is nincsenek is jóban, mint meg lehet hogy a Demizsonos sztori óta nincsenek jobban, mert ott abban a részben még úgy tűnt, hogy jóban vannak, tehát na mindegy, ő az első ember, akivel nincs. E, minden esetre ez, e, Takinak az a tipje, hogy e, a saját kocsiára szerelte föl, mert ő is egy szép volgával nem jár. Nem csak, hogy a tipje, hanem elmennek, a kisöregek kinyomozzák, és valóban. Sem nekik, sem a nézőknek nem kell sokat nyomozniuk, teljesen evidens, ez manapság is megtörténik, nem hogy akkor. És akkor ugye rögtön az lenne a cél, hogy akkor vizé idejítjük a főnökséget, rendőrség, de aki mondja, hogy e -e", trollkodjuk meg a vizit, és hoz ki az emelőt Rezső. Tök mindegy, leszerelik igazából, ez nem nagy trollkodás, ahhoz képest majd mindjárt rátérünk, ott lesz egy párbeszéd, aminek súlya van, de ez nem trolkodás, mert semmi más nem csinálnak, mint leszedik a, a kerekeket, és hogy oda cseszik a régi kerekeket, még föl se rakják, és ilyen téglákkal ott meg... Ez, ez, most nagyon jól mondja az Ádám, tehát ott egy nagyon jó párbeszéd van, sőt inkább mondjuk azt, hogy ott egy nagyon jó taki monológ van, amivel ezt az egész történetet tudják zárni. Ez az eszenciája ennek az egész résznek. Igen, tehát vízi kikéri magának, hogy mit szórakoznak vele. Mire Taki elmondja, hogy ugye a, a, ezt én nem tudtam, lehet, hogy ez korábban is kiderült, de hogy igazából az ő viszonyuk az, az abból állt, és ebből voltak idézőjelben, nem hogy jóba, de hogy tehát valamilyen viszony. Hogy elvitte helyette abba a balhét például. Igen, mert az apjával, a vizinek az apjával együtt voltak hadifogságban, együtt éheztek, ezt elmondja egy, egy nagyon jó monológban. Nem, azt mondja, tehát azt ki is mondja neki, hogy ha valaki beleül abba az autóba, akkor te gyilkos lennél. A végén van egy nagyon-nagyon jó lezáró mondat, amit mindenképp szeretnék, ez a na innen, aztán próbálj emberré válni. Az egy fantasztikusan megírt monológ. Nagyon jó de azért taki-taki maradt, mert azért az kiderült, hogy mikor ugye hívják a főnökség, hogy na akkor mi történt ott, akkor azért elmondja a szép hogy hát azt mondta, amit akar, mondja azt, hogy egy izé olajfolt volt, de már föltakarítottuk, tehát hogy nem spicli taki, de hogy itt ez volt az utolsó csepp a vízivel szemben. Ő, ő lerendezte a maga módján, nem, nem, került hatóság, nem került főnök elé, s de le, le, van rendezve. Őszintén szóval engem így leoltana, jó, ennek meg nem fordulna a fejemben, hogy ilyet csináljak, de ha engem nekem így a takibá, szóval, hogy magam alá pisálnék valószínűleg. Tehát tényleg hatásos volt. Most jön Ádám kedvenc része szerintem. Szerintem nem, mert a rendőrség nyomoz sümegi ügyben, mert azt vágták be. Kiderül, hogy a sümegi Oszkár motorosokat látott, amikor hazaért, és a bőn pedig elköpte, hogy hát almáékhoz annak ide járt motoros, vagy a Laci és itt ezt Alma meghallja még ott éppen a fürdőszobában is rögtön. Hát mit mond a Lenke? A le, hogy, hát egy nagyon tisztességes, érettségizett, érettségizett, fiatal ember, izé, eddig utálta, mint a szar, de most már izé, már most... megette eighth... Mákos és ugye látta, hogy mit kaphat Laci helyett Dezsőke, vagy Deske személyébe, azóta azért Laci erősen felértékelődött. De itt ugye Alma alapból kiakadt, hogy őt hagyják békén, de hát a Jard az Jard, és ő igenis el fogja kérni Lacinak a címét és hát majd nyilván gondolom... De a az, hogy megijedt az, hogy ami... jó napot kívánok, épp, hiszem, a, rendőrség. a rendőrség. És akkor most érkezzünk Ádám kedvenc ez mert tart a Kence verseny egy ilyen diszkrét pornózanével a háttérben, és Nagyon az, egyszerűen azok a frizurák, azok a sminkek, azok a, 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 annyira az 80-as évek eszenciája, hogy csodálatos volt. És nagyon szépek voltak egyébként a sminkek. Tudom, hogy nagyon sokat elkézem Julin keresztül tulajdonképpen a, ugye nem a sminkeseket, hanem a kozmetikusokat és egyébként egy kicsit nekem ez össze is Bocsánat Ádám, itt kell félbeszakítsa, mert végighallgattam végig az elmúlt adásokat pont most a napokban és az, az egyetlen kérdés merült fel bennem, hogy be akarod -e mutatni egy terápiásba, bár, hogy mit csinált veled egy kozmetikus <tos> <tos> De tényleg szóval azért én azt gondolom mert a sminkás szakma meg a kozmetikus is szakma az nem ugyanaz tehát ott azért a ott sminkelni kellett. Én nem tudom, hogy egy kozmetikus verseny hogy megy. Vállig világosítsatok föl, ha ezt jobban tudjátok. A 80 90-es években bőven sminkeltek a kozmetikusok, egyébként a mai napon is megteszik. Na én ezt értem, de az mint egy sminkverseny lett volna, nem egy kozmetikus verseny. Bár... Amit bemutattak, az inkább a sminkekről szólt, igen. Van, vannak női hallgatóink egyébként, mert ha vannak, akkor azok lehet, hogy jobban meg tudnák mondani. Viszont felbukkan egy szereplő, Gábor, Gábor Gábor, aki, aki, fotózott, ugye tudjuk róla, hogy fotós, ő fotózott vaku nélkül, nagyon csodálatos volt, mert ott többen fotóztak, akkor villant is a vaku, de amikor ő fotózott, nem villant, tehát nem is értem, hogy ez, hogy... Hát mert három centről fotózta a csajt is, meg a Julit is, hát kiégett volna a retinájuk szegényeknek, hát hogy lehet ilyen közelről fotózni? Körülbelül úgy, ahogy az előző részben láttuk, ahogy belenéz a szemébe szőlősi doktornő a lenkének, tehát ilyen nagyon közelről. A, 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 már itt, a, ahogy a Gábor Gábor ugye elkezd fotózni végig, előtte végig mutatják az arcokat, és nekem az egyetlen izé volt, hogy ugye, hogy sminkverseny elvileg. A, a tévében, vagy kameránál, ugye az egyik a sminknél, hogy ne fénylődjön senkinek az arca, és gyerekek, mindenki arca úgy fénylik, mint az Isten nyila. <laughs> Nagyon durva! De, hogy volt ez volt az egyetlen része, ahol nem sikerült megoldani, senkinek nem csillogjon az És az volt az olyan modell kis, aki szegény úgy állt ott, mint egy, 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 darab, nem is tudom, egy szerencsétlenség, hogy meg volt ott illetőd, vagy most mi újság. Jó, figyelj, van. ott szerintem modell igazából egyetlen egy volt, akit ugye beraktak a Juli mellé. És, és a többiek azok úgy valakit, akik össze, akiket összevadásztak. És itt azért két dolgot meg kell említeni, ugye Gábor Gábor bár még nem beszél, és még nem, mi, ha először látnánk, nem tudnánk, hogy ő Gábor Gábor, de még később megtudjuk. Viszont az ő alakító színész ugye Koltai Jánosnak hívják ezt nagyon fontos mindig megismerkedni. Tehát Kolta János mostantól szereplő lesz, illetve Julinak ezen a gyönyörű szép fehér kis kardigányán a L'Oreal felirat az ott figyel, de nagyon durván. Számomra kérdés, mert azért ezt 87-ben nem tudom, hogy mennyire volt direkt, meg mennyire volt az, hogy most na, akkor kaptunk valakitől éppen egy ilyen jó kis jelmezt, és akkor ezt rádobjuk. Nem vagyok benne biztos egyébként, hogy ez, ez, valós termékelhelyezés volt. Szerintem fizetett termékelhelyezés volt. Jó, de jussunk már el oda, bocsássatok meg a felirat nem érdekes, hát bemutatkoznak egymásnak, az első találkozás szívem egyetlen királynője és Gábor Gábor között megtörténik, és nagyon aranyosan, mert ugye bemutatkozik, és azt mondja, hogy Gábor vagyok, mire a Julian, hát Magenheimné, és hogy ne ijedjen meg, a Gábor a vezetéknevem, meg a keresztnevem is, hát a szülők bosszúja. Nem is tudom kimondani ilyen lenézésnek, hogy Gábor Gábor. Ez csak jó, hogy lenézésnek. Gábor Gábor. Benne van a bosszú, mert a szülők lányt vártak. És itt azért azért hogy ugye Dr. Mágenheim Ádámné díszok levelet kaptál. Hogy itt azért azt tudjuk meg, hogy végül is Júli elment erre a versenyre, és azért bezsebelt a díjat, vagy valamit, nevezzük ezt bárhogy. De ugye Gáborral elkezdődik ez a bizonyos munkarománc, azt szabad így hívni. Olyannyira munka, igen. Hát Na. most még olyannyira, hogy ugye, hát Gábornak nyilván már a szándékai most elég tiszták voltak, mert miután hogy ezt a névkérdést kiveszélték. Gábor, 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 a szándékai tisztán mocskosak voltak már most is. Olyannyira, hogy ugye közli, hogy már bevert két konyakot, és ő szívesen hazavinni őt autóval, de hát nem tudja, mert az saját életér, tehát az, az érzitek azért, hogy ott még két konyak után simán volán mögé ültetett az ember. Ebben van egy ilyen nagyon durva Jánusz arcúság, ugye? A saját életemért felelősséget vállalni, és akit elütsz, kerittasan. Nem üt el senkit, mert csak a fának megy neki, jó? Ja, gondolja ő. Mindegy, nevezessetek ittasan. Ez a lényeg, és ez szerintem egy nagyon durva dolog volt itt ebben a 80-as évek végébe is, meg, elég sok régi filmben tényleg ez a, na, a Desirénél is láttuk ugye az előző részbe, hogy csak egy poárbor, mert nem. Utána elütsz valakit, akkor ugye... Ugye gyakorlatilag Juli fog hazavezetni, mert meg tudjuk, ülőnek van jogosítványa, és Gábor Gábor nem bénázik, kapásból küzdő, hogy hát akkor te vissza haza engem az automban. Majd azt is közli hogy ő egyébként fantasztikus sofőr. <laughs> Viszont ö, ugrottunk egyet ö, Juli kozmetika szépség smink versenye miatt, hogy Ádámnak teljes legyen a kép, és ugye Gábor Gábor is megjönti. Egy részt kimaradtunk, ugye Mágent a főorvos hivatja, mert hogy László, őt másik kocsira fogják rakni. Mikor Gézát? Mert jön helyette Simorja, jms csak ezt még nem tudjuk, de a nézőknek ez teljesen egyértelmű. Le lesz majd egy rész múlva. Igen, ja, én nem láttam, csak nem, szerintem teljesen egyértelmű, hiszen elmondta, amikor kihúzta, hogy annak készül, hogy nem sokára mentőzni fog. Hát nyilvánvaló, hogy elmondja a főorvos, vagy a mentők vezetője, hogy egy, -egy ilyen izé mentős aspiráns érkezik hozzájuk. Gyakorlatra három hónap, csak addig szedlek titeket. Hát teljesen ért, logikus, hogy majd hát az. Az eredeti koncepció az volt, hogy szét lesznek de ugye Á Ádám annyira mély, morcos volt, hogy annyit kér csak, hogy, hogy te annyira király vagy, hogy nálad fél idő alatt kétszer annyit tanul, ezért legalább erre az egyatapra vállalt be, és utána visszakapod Lászlót. És akkor így végülis hát kínva, kínosan megegyeznek. De gyakorlatilag de, 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 de de a Simori elmesét felkonferálták. Ferenc meg a vonaton vannak, mennek a Balaton felé, és megtudjuk, hogy Ferenc még sosem látta a Balatont. Mindenkiért menni nyaralni. Hány éves Ferencünk? Hogy... Családokról beszéltünk. Jó a család, az család, Ferenc nem volt család, most már család mehet is a Balatonra. Kész, jó napot kívánok! Jó, oké. Okay. De ez, ezt azért tudjuk be a rendszer sajátosságának, jó? Hogy úgy emlékszünk rá, hogy mindenki mindenhol eljutott. Tíz év alatt el tudtál jutni a Balatonra, akkor te el tudtál jutni nyaralni, és neked nagyon tuti. De látom, be vagy gombázva, mert teljesen belém belémködsz, mert valószínűleg a Jócó által szedett gombákból a, a gombák, kon... mert, 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 mert Júlcsi jó ugye Jócóba ment gombázni, aki ugye, mint tudjuk, szakértő, de hát azért szerencsére ellenőrzik a fogást és kiderül, hogy otsző annyira szakértő, hogy nagyjából három darab gomba volt, ami jeheti az összes többi az mérgező. És egyébként ez az egyik legnagyobb YouTube slágere, vagy hogyha sorrendbe menjünk a szomszédokba, akkor ez az egyik ö, ilyen kivágott YouTube mém a szomszédokból, a Józói gombát vizsgáltatják ó, hát ezt mindenféle gombázó zenékkel, és a többivel, na, akkor erre érdemes rákeresetek egyébként. Ugyanígy Goa Party egy eladó. Sorrendben, ha mondjuk a szomszédokba, akkor ez az egyik első mém, amit vágtak a szomszédokból. Szeretném megjegyezni, ugye, hogy Ugye jó ötlete volt, mi megtudtuk, hogy ezt a gombát az elnőzi, mert, mert, mert sem nem volt képben. De az a piacos jelenet, hogy az mennyire real, mennyire igazi volt, annyira igazi Ez volt. Hogy ugye Jócó elhagyta, a, Jócó kiment a képből, és ott állt egy kis rác, és konkrétan belebámult a kamerába, és nézte, hogy mi újság van. Annyira fingja nem volt, hogy itt fordult. itt nincsenek statiszták, meg ilyen hülyeségek oda mentek, letették ugye a piacos nénit a pulthoz, oda ment az elekferi meg az ábrányita, elmondták két kamerába, csá, ennyi. De figyel, és... szerintem a piacos néni sem volt színész, tehát, hogy ö, a ahogy ő beszél, valószínűleg ott neki odaadták azt, hogy figyelj, itt van ez a kettő mondat, mondanak, kisfiam, nagyon kell vigyázni, hogyha... Leg... Nagyon jól döntöttetek, hogy elhoztátok, nem haltatok meg, szuper Én készt. nem tudom, hogy ma, manapság van ez -e még, de én emlékszem a fiatal koromban, hogy volt még ilyen, hogyha gombáztál az erdőben, akkor a, az ilyen piacokon, különböző helyeken ingyen vihetted oda, és ingyen átnézték szak szakember hozzáértő, mint itt az epizódban, Jelenleg is van gombavizsgáló, Ezt... úgy tudom, nem, nem ingyenes. Ja, de az akkoriban igen, ez, ez ingyenes volt, és szerintem ez egy nagyon jó dolog volt, mert sokan gombáztak, szerintem most is sokan. Hát, van ingyenes verzió egyébként a Fehérvári úti piacon, a legfelső emletem van gomba kiállítás, ki varakodik, vagy melyik gomba a mérő. Aztán vagy jól jársz, vagy nem. Nem, de igen, tényleg mi is jártunk, csak nekünk mi nem vittük át a ilyen helyekre, mert nagyapám is gombaszakértő volt, meg a szomszéd is, akivel ott jártunk gombászni, kapásból csak azt szedtük le, de amit mi szedtünk le gyerekek, azt az ökörök átnézték és kidobálták a retekbe a kosárba rögtön, nem volt irányézésre. De igen, annak idének frankó hagyománya volt, tehát ez, 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 ez így van. Tudom, és... tehát a, a jelenség most is létezik, tehát vannak gombaszakértők, főleg piacokon, úgyhogy aki gombát szed, vigye el gombaszakértőhöz. A közszolgálati perceinket hallották. Hát komolyan, most már tényleg mi is az egyet, egyesületi alakulatunkat, annyi közszolgálati percen, hogy eszméletlen. Mert ahogy itt senki nem iszik, mágenék sem isznak, hanem túlóráznak és a burzsóázia helyszínére érkeznek, ahova is, mint kiderült, egy kamu hívás volt, valakinek a nagypapájához hívták, úgy hívják hogy Karakas Ágnes, és ez a név nekem is ismerős volt, de mágennek is ismerős volt, mert mintha ez a karakaságnes lett volna az a leányzó, aki néhány részsel ezelőtt, azt hiszem a harmadik részben öngyilkosságot követett volna el, vagy az lett volna a terv. Igen, és Mágen elmélete szerint ez a úriember, aki miatt öngyilkosságot követett el, az szórakozik, mert hogyha hát a nagypapához hívták a orvos, hogy rosszul van, de hát nagypapa három éve meghalt, tehát annyira rosszul már nem hiszem. Hogy... Hát később majd megtudjuk, hogy valószínűleg Mágenhelyem Ádám téved, de ez egy másik kérdés. Megyünk az M7-esre, és itt meg kell jegyeznem, hogy Gábor autóját ugye vezeti a Juli. Úgy látjuk meg a jelenetet, tehát pont amikor oda akkor éppen kanyarodnak, de olyan keményen egyenesen tartja Juli azt a kormányt, hogy hihetetlen autópálya haladnak elvileg, de olyan lassan mennek, hogy szerintem körülbelül 20 -szal. Tehát van egy volt egy felüljáró hátul, és vártam, hogy mikor megy már ki a képből, a hátsó ablakból, mikor megy már arrébb az a rohadt felüljáró. Nem Most akart arra menni. fel kellett rögzíteni egy marra nagy kamerát a kocsi elejére. Na, az trélerem van. Trélerem van a, a... Szerintem, amikor benne ülnek, akkor nem... Trélerem hát, van a, a kocsi, igen, Aha. trélerem van a kocsi. A világítás is látszik, és nem, ezt nem lehetett abban az időben más, hogy olcsó megúszni. És azért is mentek lassan valószínűleg, de iszonyatos lassan mentek, borzasztó lassú volt. De egyébként akkor is lassan mennek, amikor szemmel átott, hogy egy másik autóból ugye kerülik őket. Igen, amikor ott hagyjuk őket a jelenet <laughs> akkor végén. is tud, hogy nem mennek 40-50-nél Igen, de az egy nagyon szép vágókép volt ahhoz képest, hogy így nem nagyon, a szomszédokban nem nagyon pazarékolják a, a úgymond, úgy tehát hogy nincsenek ilyen úgymond ilyen vágókép jelenetek benne, amik ilyen valami plusz olyan felvétel kéne hozzá, az egyébként ez nekem tetszett, hogy benne jó, volt. Jó, de hogyha, nem tudom, föltüntenektek nektek, de ez a rész így is 40 másodperccel rövidebb, mint az előzők. Nekem akartak kedvezni az, hogy a Volkswagen Golf 2-es láthassa minden irányból. Egyszerűen csodaszép autó. Te ilyen ilyen uh, Golf 2 kapcsolatban bizonyos dependenciával. Aha, Figyelj, szeretnéd beállítani, hogy én beteg vagyok. Igen, én nekem nagyon bejött gyerekkorom fétise volt a Golf 2-es, és mert felnőttem, ugyanúgy hülye maradtam. Én ezt vállalom. Vele de ellentében nem tagadom. Lehet, hogy öregebb vagyok, mint te. Nekem a Golf 1-es, abból is a kabrió, de ez egy más kérdéskör. Tehát a gombás fiút engedjük el, ami kiröhögi magát, kedves hallgatok. Attila most saját magának örül, nem baj. Simi, simi, leguán. Viszont nem tudom, feltűnt, feltűnt, <gül> <gül> feltűnt nektek egy klasszikus ellenfeltűnése, Gábor Gábornál. A barna cigaretta. Mert Gábor Gábor mindig barna cigarettát szív. Hogy ki tudja vágni az Ádám, ez egy nagyon tipikus része volt. Mondjuk úgy, hogy a nem feltétlenül jóra gondolunk, amikor azt mondjuk, hogy vállalkozói kultúrának, így a 80-as évek végén, 90-es évek elején, és ez az úgynevezett Rotman 120-as cigaretta volt, és ezt látjuk Gábor Gábornál is mindig ez hozzátartozott a 80-as évek vége, 90 es évek vállalkozó kultúrájához, így, így szigorú idézőjában. Aki egy-két halka rögtön szeretné, Julival már kapásból közös ügyletet szeretne csinálni, akkor, is, akkor is, hogyha nincs pénze, tehát ő már most eldöntötte. És mekkora mondat hangzik ott el? Vagy a hugának ugye egy fogyasztó van. Úgy látszik, hogy cikibb dagadnak lenni, mint csújának, ahogy, mert hogy az nagyon megy. Atya ez... Atya úristen, és gyerekek, ez 87-ben egy ilyen mondat. De itt, hát ez már nem az első is sémingre, ugye szegény nak is volt már. Na, az az igazság, hogy a szomszédok úgy kezeli a kövérembereket, mint ahogy a Family Guy a valahogy. Tehát valahogy, valahogy, az alkotója szívből gyűröli. Ahogy, ahogy Melon megkérdezte tőlem, hogy mit tett velem a kozmetikus néni, megkérdezném Horváth Ádámtól, hogy mit tett vele egy nagy darab nőpasi, tök mindegy, de valaki, aki dagadt. Most itt vagyunk mi hárman, tehát mondjuk azt, hogy 66,66 ,66 ban tudnánk mit tenni ez ellen. A, a szomszédok podcast kedves hallgatóink hízlal. Hát, igen. Hogyha megtudjuk, tudjuk, hogy mindenki bizniszt akar csinálni, majd nyilván fog is, de ezt még nem tudjuk, de már látjuk, hogy Gábor Gábor el, el van, elhatározta. Közben a, a Alma felhívja Lászlót, hogy készüljön, mert a Jard meg fogja látogatni kicsit beszélgetnek, és igazából semmi extra. Ami viszont sokkal fontosabb, hogy Júlcsi Takácséknál a szomszédokat nézi a tévében. Na, ne, 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 ne most, 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 nem, hogy, nem, nem, még történik valami más is ebben a jelenetben. Megtudjuk azt, hogy a lacival valviteti el magát, talán nyelvvizsgára alma, hogy ez mekkora pofátlanság, Na ez a pofátlanság. És várjál, ahogy mondja neki, hogy akkor hétfő reggel itt vagy értem hétre, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy nem elég, hogy itt a, a dezirével izé kavargat, azért jó értem, hogy barátok maradhattak meg ott azért a viszony is olyan volt. Ez, szerintem ez, ez pofátlanság. De most, bocsánat, egy kicsit itt, itt megzavarodtunk, tehát, hogy éppen csak elkezdte a G azt mondani, hogy és felhívja, hogy izé jön a rendőrség, stb. És akkor te már beszélgetés végét mondtad. Mert a jelenetben nem volt több igazából, vagy volt neked benne valami még? Szerintem egyébként csak minden kiderült abból. Nagyon szépen lejön belőle, hogy az alma aggódik a cél, és ez már az első pontban, tehát hogy ő átlopózik, vagy tehát abban a pillanatban, hogy elmegy a rendőr, ő megy és hívja a Lacit, hogy figyelj, Laci, itt gond van. Én ebből egy nagyfokú törődést vélek felfedezni, akármennyire Deziré, szerintem akkor is, akkor is benne van az a vagy a vonzódás, vagy törődés, Laci. Felé. A másik az az, hogy tényleg ő nem akar neki gondot. Hiába, hogy a végére erre futunk ki, amit itt Ádám mondta, hogy oké, okay, csak a hétfőn vigyél stb. De hogy, hogy én ezt akkor is egy belsőségesebb beszélgetésnek érzem, mint bármikor az előző hét részben. Akkor is, amikor együtt bandáztak, mentek, motoroztak, stb., eddig ez a legbelsőségesebb jelenetük. Abszolút egyetértek, igazságszint, csak nekem azért nem szúrt ennyire szemet, mint neked, mert én nekem az elejétől, tehát ő már többször mondta neki, tehát látszott nekem ez, és itt igazából ez itt nyilvánult meg, hiszen emlékez arra az arcra, amikor ugye a rendőr ugye mondja, hogy a bőn mondja, hogy hozzátok járt egy motoros, és ő rögtön felhúzza a szemöldökét, hogy na most álljunk meg, és azonnal megy be. Tehát, hogy ott is látszik, hogy, hogy akármennyire is mondjuk ő a Lacival nem akar úgy kavarni, azért a Laci neki mindig egy, egy fontos pont lesz az életében, mert valószínűleg azért, hogy a gyerekkori barátok, és lehet, hogy van benne egy kicsit több is, amit te mondasz, de... Egyetértek azzal, amit mondtok, de szerintem... Tehát ez olyan most, hogy Gergő átjön hozzám, itt a házba történik valami, éppen abba, olyan piros autóval jönnek át, milyen piros autója van a Gergőnek, és akkor én adjam meg a Gergőnek a izéját, mert a Gergő ide egy piros autó szokott járni. a nyomozó hatóság impotenciáját ö, mutatja ki ez. Miért rabolta volna ki? Értem, hogy mindent Ö, minden nyomot le, le, kell zárni, vagy minden el kell indulni ilyenkor, de szóval ez nem nyomozás, hogy tehát valaki, aki már nem járt itt ezer éve. Akinek nem tetszik egyébként a szomszédokban látható rendőrségi nyomozás, az hallgassa a Kalambó podcastet itt a Parallaxis Univerzumban. Meg tudjuk, hogy Júlcsi a szomszédokot nézi a tévében, tehát egyszerűen csütörtök este van, és akkor itt következik az a rész, amikor is Mágenehém Ádámunk, ami Mágenünk először nem önmaga. Ebben a részben ugye azt láthattuk, hogy az Ádámnak nagyon-nagyon rossz napja van, tehát itt elszakítják a társától, ugye valakit be kell tanítani, akit nem akar, már eleve tök dühösen ér haza, hazamegy első dolga, kinéz az ablakon, meglátja, hogy a feleség egy idegen autóból száll ki, egy fura fickóval, aki kezet csókol neki, Júlcsi éppen a szomszédban, tehát ez a, a, tipikusan az minden összejött neki, és az eddigi legszimpatikusabb szereplőnk itt egy kicsit megborul. Ugye az előző rész, előző ké, a hatodik részben, a hatodik részben ugye Júli rendezett féltékenységi jelenetet. Most azért Ádám túl azon, hogy rossz napja volt, ugye ebbe azért rájön egy ilyen, hogy na, ez akkor most itt kivel kavar. És ezt levezeti az Ábel nütám. És a Júlcsin is levezeti, mert vele is kiabált. Tehát a Júlcsi kedvesen oda megy, hogy hagyd nézzem már végig a szomszédokat, mi végnéztük Júlcsin ne tehát mi végignézhettük, te nem, de majd hogy mi volt nem. most beszélünk róla. Júlcsival kiabál, hogy hát te most nem fogod nézni, menj a szobádba, stb. stb. az ágyadnak is van vége, nem csak a sorozatnak. Utána, amikor Juli megérkezik vidáma, nagyon ritka pillanat, hölgyeim és uraim, hogy Juli, kedvesen, sziasztok, jó estét! Hát tizet. persze, mert előtte ott a az, izé fölizgatta a Gábor Gábor. Hát végig flörtölt vele. Persze, jó, de hát ezt ugye... És azért Ádám fogja, egy büdös szót se szól, bemegy a szobába és becsapja az ajtót. Kicsit, ahogy mondaná, úgy mondtam, hogy bejújult egy kicsit, tehát egy... Hogy kicsit-kicsit jól lett. És itt jön megint egy kedvenc jelenetünk, ugye, amik szoktuk mondani, hogy a Julcsi és Ádám kapcsolata, hogy Julcsi már pedig úgy volt vele, hogy ő így nem tud aludni menni, tehát ha nagyfehérje nagyfehér ilyen hangulatban van, az neki nem megy, ezért bekopok hozzá, és visz neki egy béke gombát. A, 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 nem mérgezők közül. De ez egyébként egy nagyon szép jelenet. Ez ugye meg is, meg is fogta, hogy Ádámot is, mert aki végig morci arcot vág, ugye itt ő is elérzékeny és elmosolyodik, hogy akkor hogy, hogy a Julcsi az, az, az hiába kapott kiabálás mindent, ő érezte, hogy neki menni kell, és a békegombát virág helyett viszi. Mi viszont ö, nem adunk békegombát senkinek, se Ádámnak, se atilának. Kicsit rövidek vagyunk még. Rövidek vagyunk? Nem, most, legy most legyen, az a rész, amikor Ádám elmondja, <laughs> hogy mit csinált vele egy kozmetikus. Zárhatjuk. Tehát a békegomba után, hát nem is békegalambokat, csak simán galambokat enged. Ne ez fasság. <laughs> Nem tudom miért, de valamiért a búcsúhoz nekem a galamb jön be, de semmi értelme nincs. Mindenki galambokat akarsz szeregetni. Nem, nem akarok én más semmit elegetni. Én csak itt figyellek Miután Mágenheim Ádám lelke is kicsit megbékélt, mi is térünk békébe, és mi Ádámuk is, mi Attilánk lelke is megbékélve, hogy ezt a részt is befejeztük. Én figyeljetek, az én lelkem ebben az adásban tök békés volt, mert ebben, ebben a részben, hát bár Gyulinak a, az a kis flörtje az annyira nem tetszett, de azt gondolom, hogy álszent lennék, ha nem történt itt semmi, nem azt látjuk, a, nem, nem csapongást látunk egyszerűen egy, egy úri ember, egy urinő és az ő közöttük lévő közös hazautnak egy kis szeretét látunk. Mindegy, szóval csak azt akarom mondani. Gábor Gábor esetében én azért ezt az úri embert egy kicsit megkérdőjelezném. Tehát ott a... Nyilván Gábor többet. Mondjuk azért erős célzások mennek az ő részéről. Igen, de valójában azért úgy mutatkozik be, hogy Magenheim. Né, meg ott halljuk is, mert így mondják, hogy amikor emléklapot. Kap. És ezért kellene, az egy úri ember részéről, hogy akkor onnantól nem udvarolok. De udvarolni lehet? mérés a szép ilonka? Igen, ez csak flört, a, a szomszédok az a flörtöt nagyon könnyelműen veszély. Na kövezzetek meg, akkor élj! akkor a izé, a, maradia izé, de hogy nekem ez nem fér. Bele. Nincs olyan karakter, aki ne flörtölne. A flörtölés az a nagyasszonyát majd az etus képében meglátjuk, de flörtöl, a, még, a, még a vágási felé is flörtöl egyszer. De az etusnak nincs férje, legalábbis szerep szerint. Neki belefér, oké, okay. tehát hogy etus flörtölje végig, érted? De nem, 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 de, azt Ádám, hogy mindenki flörtöl, csak hogy, hogy még az etus is, ugye azért mondta, hogy még az etus, mert ugye őt kitárgyaltuk, hogy ő a, ő a szent is érinthetetlen de még ő is. Tehát, hogy ebben én sem érzem ebben az abban az antikrisztust. És egyébként értem, amúgy értem a hozzáállásodat, és tök szép, de szerintem te is flörtölsz úgy, hogy nem veszed észre. Értem én, hogy ez egy más tészta. Ádám, nem mondj már ilyeneket azzal a szép cuki szemeddel de tényleg szóval hogy szerintem ez most nem volt tehát a Júli ebben a részben egy normális, egy aranyos arcát mutatta viszonylag, a, és nyilvánvaló való, hogy nyitott a Gábor Gáborra mivel a Gábor Gábor kb. ráfordultak az autópályára, már közölte, hogy van pénze és ebből be, bevonná ebbe a vállalkozásba a Julit, mert körülbelül ez történt úgyhogy a Julinak egy fikasz... szintet akar lépni, és itt a lehetőség jó, én viszont most, bocsánat, az előzőkre visszatérve, ez csak azt mondanám, hogy ne, 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 itt nem akarok egyedül maradni ebbe a dologba. És akkor itt most, ha hívom azokat a hallgatókat, akik a YouTube-on vannak velünk, hogy kommentbe írják már le, hogy belefér a flörtölés, vagy nem. Nyilván mindenki azt fogja mondani, hogy nem, mert amikor majd a csaja vagy a pasia megnézi a a kommentet ennél, akkor nem akarja, hogy azt lássa, hogy az ő nikével. Ne hagyjátok magatokat befolyásolni, csak kommenteljetek. De, de magát a flörtöt is azért, azért körbe kéne határolni, mert azért, azért sokaknál azért a flört az egy tágfogalom, és itt azért jelen pillanatban itt olyan flörtökről beszélünk. Tudjuk beszélni. a mávnál is van egy ilyen fogalom. Igen, meg... ott is van, persze, hogy itt, itt azért a, a jelen pillanatban, hogy ez, ez ugye gyakorlatban nem manifestálódik, csak szavakban, és ott is csak ilyen burkoltan. Tehát azért valakinél a flirt, az mondjuk már esetleg finom testi kontaktusba is beleférhet. Itt ezekről szó nincs. Szerintem most nem látunk olyat, ami, ami kiborítaná a bilit. Lehet, hogy később, meg később nyilván milliószor látunk, akár a Gábor Gábor és a Juli között is, de én szerintem ez, ez most nem volt annyira. Figyelj, én magamból kiindulva én szerintem én is simán nyomnék ilyet, mert nem, mert nem látom mögötte azt, hogy, hogy e mögött bármi rossz történik. De most már tudjuk, így a műsor végére kiderült, hogy a Kalán vagy mi ez, a Szomszédok Podcastben Melon, te vagy a, az erkölcsi hangunk, és te vagy akihez, tehát mi a Gergővel túl rossz emberek vagyunk, szóval szerintem zárjuk. Vagy a Melon a legnagyobb álszent szemét, és ugye ő megjátsz a bazári majmot. Nem, ezt nem, nem kell így hogy most, hogy most ki az erkölcsi magasság, ki az erkölcsi mélység, ez így szerintem hülyeség, szavazzanak a hallgatók. Kedves hallgatók, ha valakit már Melon Attila, valakivel már próbálkozott flörtölni, a Melon Attila jelentkezzen. <gül> <gül> Lehet, hogy nagy bajba sodortad magad amúgy, Melon. <laughs> Kérem, csak azok jelentkezzenek, akik még a feleségem előtt vannak. És akkor ennek fényében... Jó, egy nem, én, egy én tényleg kíváncsi vagyok, hogyha tényleg megkérem mindenki, kommentelj, hogy a flörtölés ciki vagy nem ciki, az ilyen nyomulás ciki vagy nem ciki, belefér nem fér bele. Lehet, hogy ami neked nem jelent flörtöt, az a másik félnek flörtöt jelent, vagy akár fordítva. Amit itt látunk, azt az nem lehet nem lehet eltagadni. Ezt akartam mondani, hogy ezt elfogadom, hogy hogy ezen más állásponton vagyunk, de hát még hosszú ez a podcast sorozat, úgyhogy, és még Julinak is lesz számtalan flörtje, úgyhogy lesz időnk ezt megvitatni. Hiszen ez a podcast sorozat még legalább 12 és fél évig fog tartani. Vagy 26-ig. Ezt nem tudhatod. Minden esetre az Ámor Nyila című podcast. Akarom mondani, a Lantos utca 8. 8. adása ezenne véget ér. Én Horváth Ádám Tamás, Melon Attila és minden kollégám nevében megköszönöm a megtisztelő figyelmeteket. További kellemes podcast hallgatást kívánok. Ne flörtöljetek, vagy flörtöljetek, viszont ne felejtjétek, hogy a hibő üzenetek azért vannak, hogy elolvassuk őket. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég az időutazásból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Orvát Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.